Második alkalommal rendezték meg a Kocsis Sándor emléktornát. Focitorna volt a Wendel Torna csarnokban is. Biofizikusok kongresszusa a Semmelweis Egyetemen. Köszöntjük Önöket! Kocsis Sándorra a pályafutását Ferencvárosban kezdő és a Barcelonában befejező rendkívüli játékosra emlékeztek idén már második alkalommal a Kocsis Sándor emléktornával, amelyen a Barcelona U19-es csapata is részt vett. Lágya befelé, ível, gyönyörű fejes száll a kapu bal sarka felé, és Kocsis fejese nyomál a hálóban. Kocsis Sándor pályafutását a Ferencvárosban kezdte. A magyar válogatottal olimpiai aranyat nyert 1952-ben, 68 alkalommal pedig 75 gólt ért el, ami mostanáig is csúcs teljesítménynek számít. Az 1956-os forradalom idején külföldön tartózkodott, és ezután nem is jött haza. 1958 és 66 között az FC Barcelona játékosa volt. Hamvait 2012-ben hazahozták és újra temették a Szent István Bazilikában. Mivel Kocsis Sándorról méltatlanul keveset tud a hazai közönség, ezért Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke fontos küldetésének tartja, hogy még jobban megismertessék itthon a legendás játékos pályafutását. Tavaly rendezték meg az első, idén a második Kocsis Sándor emléktornát, melyen a Ferencváros, a Puskás és a Grosics Labdarúgó Akadémia mellett az FC Barcelona U19-es csapata is részt vett. Idén is Ferencváros önkormányzata hajókiránduláson látta vendégül a fiatal Barca játékosokat, melyen részt vett Kocsis Sándor fia is, aki aktív szerepet vállal édesapja hazai kultuszának ápolásában. Kocsis Sándorról és a tornáról Kül Lajossal beszélgettünk. Azért hoztuk fel többek között Kocsis Sándornak a példáját, de ez egy mesebeli történet. Tehát, hogy elindul, és hogy lehetséges ez ebből a csóró világból, a magyar történelem legsötétebb ideiből, ugye az 50-es évek, 40-es évek vége, 50-es évek eleje. A legsötétebb magyar történelmi időből, kérem, a 8. kerületből, 9 kerületből lehetséges volt egy glodgatyás rácnak, Kocsis Sándornak a semmiből a világ csúcsára törni. Mert az, hogy kérem, 1954-ben, ami kicsúcsosodott, a világbajnokságon a legjobb játékosnak választották, tehát az egész világ legjobb játékosnak választották, plusz a világbajnokság gólkirálya lett 11 góllal. De úgy, hogy 2,2-es gól átlaga, tehát több mint 2 gólt rúgott meccsenként. Ilyen azóta sem volt. Egy darabig nem is nagyon lesz. Örülök, hogy itt vagyok. Egy másik év. Én szeretem jönni itt Budapesten. Ez a tournament csinálunk minden év, amikor lehet csinálni, és mostan és beszéltünk a Kül Lajos, hogy 2016 Barcelonában csinálunk. Csinálunk 2 Budapesten, 1 Barcelonában. Az idei tornát a Puskás Akadémia nyerte, második lett Ferencváros, bronzérmes pedig a Barcelona. Azért persze, így is van mit tanulni a katalánoktól, erről is beszélgettünk Kül Lajossal. Hát két dolog van, az őket azért egy kicsit úgy összeválogatják, tehát vannak scouting szisztéma van, tehát megfigyelő szisztéma van egész Katalóniában, pontosabban egész Spanyolországban, sőt, mi több, még Európára is van rálátásuk. Jellemző eset, kérem, Tajti Mátyás is soraiba küzd most már. Meg a másik, hát nem véletlenül, ugye van nekik egy ilyen edzővároskájuk, tehát ilyen tehetségképző városkájuk, edzőtáboruk, ahol 6 éves kortól szisztematikusan építik fel ezeket a talentumokat. Hát akiben nagy talentum a 6 éves kortól, abból csodát csinál. Akinek közepes, abból is lehet jót, aki minden nap gyakorol. A Liszt Ferenc mondotta volt valamikor, kérem, pedig ő zseni volt, azt mondja, ha egy nap nem gyakorolok, kérem, akkor már én is észrevesz. Tehát ő saját maga észrevesz. 2 nap nem gyakorolok, akkor már a legjobb fülű kritikusaim kiszúrják, hogy kérem, az oldai erkélyek vagy, de franci, kérem, nem gyakorol. A 3 nap nem gyakorolok, mindenki, aki ott ül, kérem, a publikum sorai között, kérem, a soraiba kiszúrják, hogy ez a Liszt nem gyakorol. De gyakorolni kell, nincs mese, legyen akarat elő. Igenis, hogy most esik az első, akkor is tréningezik. Ilyen nincsen. Vagy hogy nincs annyira jó kedve, akkor is edzek. Mert én tudom, hogy mik a hiányosságaim, csinálom. Az angolok mondják, hogy just do it. Csinálni kell, és mindig csinálni kell.
A Kül Lajos által említett játékos kereső szisztémának köszönhetően találtak rá tehát Tajti Mátyásra is, aki a torna keretében a Barcelona színeiben látogatott Magyarországra. Ott kezdődött, ha jól tudom, voltunk kint a Puskás Akadémián egy tornán Romániába, és hát ott elég jól ment a játék, és elvileg már ott megfigyeltek, és tetszettem nekik, és utána még követtek, és kihívtak edzeni egy hétre, és ott már akartak engem szerződtetni, utána még kimentem a Real Madridhoz, és végül a Barcelonán kötöttem ki. Mi az szerintem, ami miatt egy ilyen nagy hírű csapat is felfigyelt rád? Én igazából ezt nem tudom, és nem is szeretném magamat így értékelni, de hát nagyon sok munka volt benne. Rengeteget gyakoroltam, és nem tudom igazából. Nem szeretném magamat így értékelni. És mi volt az első reakciód, amikor meghallottad, hogy esélyt kapsz, és mehetsz a Barcelonába? Hát nagyon megörültem, boldogan mentem ki, aztán kicsit féltem is, hogy mi lesz, de aztán minden rendben volt, és jól alakult minden. Mennyivel másabb egyébként ott az élet, tehát az edzések, a futballhoz való hozzáállás, mint amilyen itthon volt? Hát annyi van másabb, hogy ahogy edzenek. Mert eszméletlen, hogy edzenek. Ha ott van, hogy az edzés most másfél óra, akkor ők másfél óra pusztulásig mennek, és minden egyes, mint sprint, és bármit vesznek nekik azért, hogy ők jobbak legyenek. Talán ebben látom a különbséget. A befelé ível, gyönyörű fejekszál a kapu bal sarka felé! És kocsis fejese nyomálna, hálóban bántod a harmadik nagyot! Barcelonában arany fejűnek nevezték. Jól jó a koska, porque llamamos coxis, señor coxis, no le podíamos decir sino. Me decían de que cuando se levantaba para rematar, se quedaba un minuto en el aire, pendiente de cómo hacer el gesto para rematar la cabeza. Dr. Bácska János polgármesterrel arról a filmről beszélgettünk, amely a Barcelona és Magyarország Ferencváros futball kapcsolatáról szól, és amelyet ezen a héten szombaton, szeptember 5-én a Humor és Bor Fesztiválon vetítenek le. Három olyan magyar emberről, futballistáról szól, akiknek, ezt nem mi mondjuk, ők mondják, a Barcelona az első komolyabb sikersorozatát köszönheti, Kubala László, Cibor és Kocsis Sándor, akik egy új korszakot nyitottak a Barcelona életében, olyan tehetségesek voltak, és annyira jó. Még maradunk a futballnál. Augusztus hónapban ugyanis nagyrészt hátrányos helyzetű fiatalok számára rendeztek foci tornát a Vendel tornacsarnokban. A díjkiosztó ünnepséget szombaton tartották. Itt a Vendel tornacsarnokban augusztus 6-a és 29-e között jó részt hátrányos helyzetű gyerek és felnőtt csapatok versenyeztek egymással. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a sporteseményt a Szociális Városrehabilitáció Ferencvárosban projekt keretében. A foci és asztali tenisz bajnokság szervezője a Roma Kulturális és Sportegyesület volt. Tehát 7 évestől a 65 évesig 8 csapat, 8 felnőtt, 8 gyerekcsapat vett részt, ezt minden évben megrendezzük, az önkormányzat támogatja ezt. A célja az volt, az önkormányzat azt tűzte ki, hogy ne maradjonak augusztusban, vagyunk egy táborba, egy hetes táborba lelén, és utána ne kallódjonak el nyáron, nem tudnak menni ide, de lefoglaljuk őket. Ez a drogbűnmegelőzés programban is a keret, hogy lefoglaljuk ezeket a gyerekeket, hogy ne kallódjonak az utcán, itt állandóan edzésben legyenek, és akkor nincs velük gond. Napi 5 órába ment az edzés, 50 fokba, kitartottak a gyerekek, szorgalmasok, különben is ők edzésben vannak, mert Bozsik programban 70%-a részt vesz. Vannak kiemelkedő tehetségű gyerekek? 2-3 van olyan, akit ki lehet emelni, mert ez a díszkosztóban is észre lehet venni, hogy mit kapnak, de mind kap valamit. Te lettél az idei bajnokságnak a legjobb játékos, se szerinted ezt mivel érdemelted ki? Hát szerintem azzal, hogy sokat futottam, védekeztem, támadtam, gólt rúgtam, erősítettem a csapatot. Hogyan gondolkodsz a fociról? Tehát szerinted kiből lesz jó játékos, hogyan kell focizni, mire kell figyelni? Kondi. És van itt sok gyerek, akiből még talán lehet focista. De mennyit focizol hetente? Hát nem hetente, minden nap. Egész nap focizok szinte. És naponta hány órát körülbelül? Hát naponta én 5-6 órát. És hol? Itt a
Kerekerdő parkba, vagy itt, kint a Vendelbe. Miért jó focizni, miért szereted? Hát leadom ott az idegeimet, amit szereztem. Te leszel idén a gólkirály, és emlékszem rá, tavalyról, meg talán tavaly előtt is játszottál, ugye? Mennyit fejlődtél szerinted az elmúlt évek során? Hát többet edzettem, hát és szerintem hát sokat fejlődtem, mert még nem annyira tudtam, most már felnőttekkel is játszom, sokat fejlődtem szerintem. Hány gólt rúgtál, tehát hogy lett belőled gólkirály, hány góllal? 38 gólt rúgtam. És miért vagy szerinted ilyen ügyes góllövő, mi a technikád? Hát nagyon sokat edzettem, régóta focizom, és hát edzőknek is köszönhetem, hogy megtanítottak focizni. Sport után most tudomány, 50 éves a Magyar Biofizikai Társaság, és 25 éves volt az idei kongresszusuk, amit kerületünkben a Semmelweis Egyetemen tartottak. A Magyar Biofizikai Társaság a hazai biofizikai és határterületi tudományokkal foglalkozó műhelyek érdekeit, szakmai programjait összefoglaló önkéntes testület, két évente rendezik meg kongresszusukat. A 25. jubileumi találkozó a Fény Nemzetközi Évéhez kapcsolódott, és a Semmelweis Egyetem elméleti tömbje adott neki otthont. Az eseményen dr. Bácskai János polgármester is részt vett. Hogy mi is pontosan a biofizika, arról az Egyetem Biofizikai Intézetének vezetőjét kérdeztük. A biofizika maga egy határterületi tudomány. A biológia és a fizika közötti területen mozog, kutat és oktat. A hazai orvosképzésben nagyon nagy jelentősége van, tehát orvosi biofizikát oktatunk. Elsősorban két területre fókuszálunk, az egyik az, hogy bemutatjuk azokat a módszereket, fizikai alapú módszereket, amelyek az orvostudományban, orvosi gyakorlatban fontosak. Ilyen egyébként maga a röntgen készülék, maga a CT, az MR készülék. A másik pedig egy kicsit komplexebb, tudományosabb, megpróbáljuk azokat a működési folyamatokat megérteni, amelyek ugye az élő szervezetben, az emberi szervezetben működnek, és elsősorban fizikai módszerekkel leírhatóak. Például, hogy mekkora erők terhelik a csontrendszert, vagy az izomrendszert, ízületeinket. Tehát körülbelül ezekben foglalható össze. Mennyire fiatal tudományág a biofizika, és mennyire gyorsan fejlődő, gyorsan változó? A maga biofizika az rendkívül gyorsan fejlődik a világban. Az a tapasztalatunk, hogy az orvostudomány az leginkább elmozdul egy biofizikai irányba, több ezer éves gyakorlat maga az orvoslás, de a természettudománnyá való válásában a biofizikának olyan fontos szerepe van. Tehát a nagyvilágban, a tudományos világban a biofizika nagyon gyorsan fejlődik. Magyarország élen járt a biofizika és orvosi biofizika intézetek létrehozásában. Szentgyörgyi Albert volt az 1948-ban, akinek a javaslatára a biofizika, mint önálló disziplina, önálló tantárgy elindult az orvosképzésben. Ahogy már említettük, az idei kongresszus közvetlenül kapcsolódott a Fény Nemzetközi Éve programsorozathoz is. A konferenciáinkat azt vándorgyűlés jelleggel tartjuk két évente, és az a nagy örömömre szolgál az, hogy 14 év után kerül vissza Budapestre a szervezés, és 32 év után a Semmelweis Egyetemre, úgyhogy ez nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy mi lehetünk a házigazdája ennek. Azonosíthatunk egyfajta főtémát, ez a fény évéhez kapcsolódik, hogy a fény nemzetközi évét azt meghirdette az Európai Fizikai Társaság. A fénnyel mi sok szinten foglalkozunk, mikroszkópiák, spektroszkópiák, és még sorolhatnám. Emiatt tulajdonképpen természetesen adódik az, hogy ez a társasági konferenciánk, ez tulajdonképpen részévé válhatna a Fény Nemzetközi Évének, és ezt örömmel fogadta a Magyar Tudományos Akadémia. Ezen a héten pénteken és szombaton szeptember 4-én és 5-én kerül megrendezésre, immár 5. alkalommal a Humor és Bor Fesztivál a Bakás téren. Ha tehetik, vegyenek részt az eseményen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes hetet kívánunk, viszontlátásra!